Tisztelt ünneplő! Minden ünneplés valami köszönetet rejt, valami hálát akar kifejezni. Ritkaság azonban, hogy köztünk lehet az, akinek mi köszönetet. Mit köszönünk? Emberségünk lényegéhez tartozóan a két legfontosabban. És ez nem Isten káromlása, azt mondom, amivel éppen Istenhez vagyunk hasonlóan. Hiszen ő saját képmására teremtett. És ez mind a teremtés. Teremteni az Istent és az ember. Tud teremteni. És a teremtésbe kezdje, találja. Rácsodálkozik. Tud oldani a unokat. És tud teremteni szépet. Tud teremteni másokat is gyönyörködtető dolgokat. És jutalma az alkotás gyönyöre. Az alkotás élménye. Ez az, ami lassan kifogy belőlünk. Minden megvásárol. Minden eladó. Nem vagyunk rákényszerítve, azért nem teremtünk magunk is. Szépen is jó. Látszik ez? Nem csak azon, hogy egyre kevesebb gyermek születik, de azon is látszik, hogy egyre kevesebbet készítünk a magunk kezdével. Egyre kevesebbet tudunk alakítani a körülöttünk lévő világon, egyre kevesebbet tudunk szebbé tenni a környezetet. És így van, elrejtve az a kincs, amit megkapjuk. Mert valamit alkotni, valami szépet alkotni, csak nagyon szigorú szabályok mellett lehet. Csak valamit össze-vissza csinálni, akár faragni, kihimerni, meg minden az, még nem szép. Vannak törvényei a szépségnek, vannak szabályai, és ezeket régen mindenki megkapta a szüleitől. Megkapta még a legegyszerűbb írástudatlan asszony is tudott hímezni szörnyű, gyönyörű dolgokat. Mert ott volt, aki megtanította, ott voltak körülötte azok, amit az ősei készítettek. És ez most elveszett. Ezt újra el kellett keresni. És ez nem volt egyszerű dolog. Feldúlni régi lakásoknak a ládán, múzeum poros raktáraiból előszedni azt, ami egyszer gyönyörűség volt, és megszépítette az esküvőt, megszépítette a keresztelőt, megszépítette a búcsúzást alól. Világot szebbé tettük saját kezünkkel. És én múzeumban dolgozván rácsodálkoztam egyszer a rávaszonyok főkötőkre. 100 volt körülbelül a Pécsi Múzeumban, és nem volt két egyforma. Messziről mindenki láthatta, aki valamit konyította a magyar népművészethez, hogy ez mind rávaszonyok. De nem volt két egyforma. A szigorú szabályok mellett a szabadság az, ami a szépet létrehozza. De az minták kellene. El kell sajátítani egy nyelvet. Egy zenei nyelvet, egy beszélt nyelvet, egy a formák, a szépnek a nyelvét, hímzésben, szövésben, mindenhol. Példákat kell mutatni. És követve, szabadon alkotva lehet a szabadságban, az alkotás gyönyörűségében részesülni. Ez hiányzik a mai embertől. És akkor Margit asszony nekiállt, kereste a ládákban, a múzeumokban, utána járt, nem volt könnyű dolga. És leírta a nyelvtanát annak, hogy kell szépet és szurt alkotni, úgy, ahogy a régi rába közé, a régi dunántúliak, a régi alföldiek, a régi matyók, vagy ki tudja még hány, és gyönyörű változatos magyar népművészeti kincs van még elrejtve. Mire vállalkozni kell, és egy nehéz és nem hálázatos munka egy ideig, előszedni, megtanulni, hogyan is csináltam, és fölmutatni azt a nyelvet, ami alapján mindenki alkotó, teremtő, szép teremtő ember lehet. A szép teremtés öröme, az hasonló az életteremtés öröme. És ebben a fogyasztóvá vált, pénzközpontú világban felbecsülhetetlen dolog az, hogy valaki szépet tud alkotni, és olyan örömet kap, mint a pénz,
és elismerés más nem. És ezért mondom azt, hogy a két legfontosabb dolgot kaptunk valamit. Ezt a mintakincset, ezt a biztatást, nem utolsóbb a technikai leírását és összeképzését annak, amit mintául vehetünk ahhoz, hogy szabadon alkossunk. És a háló legméltóbb kifejezése ugye az, a követjük vagyok, vagy tisztelünk.